Sziasztok, srácok, a lányok, üdvözlök mindenkit! Én Patrik vagyok, és itt lennék egy újabb egyedi tálcával, hogy hogyan tudjátok beállítani a képen látható tálcát, hogy ilyen macOS stílusban legyen, mint mondjuk itt nekem. Láttam, hogy nagyon tetszett nektek a mozgó háttérképes, illetve tálca egyedére szabásos videó, szóval gondoltam, csinálok nektek még egy ilyen videót, megérkezett egy komment is az egyik videóm alá, hogy hogy van ilyen tálcám, hogy állítottam be, illetve a háttérképről is kérdeztetek. A leírásban le fogom írni a programnak a nevét, amivel ezt a tálcát be tudjátok állítani, vagy dobok egy linket is hozzá, de azt is mondhatom, hogy kell letölteni, sőt nem is kell link igazából, mert Microsoft Store-os. A háttérkép viszont lent lesz a leírásban, ugye ez még mindig fizetős háttérkép, a Wallpaper Engine-nel tudjátok beállítani, ami 5 euró van róla a videóm, de a nevét egyébként le fogom írni a leírásba, de hogyan lehet ilyen fasz a tálcátok és hogyan tudjátok beállítani. Az első dolgotok, bementek szépen a Microsoft Store-ba, illetve hogyha a taskbar X-et használtok, ami az előző videómban volt, azt állítsátok le feladatkezelőből, tehát nyomtok egy Ctrl Delete-et, bementek szépen a taskmanager, ugye ez a feladatkezelő nektek magyarul, itt szépen megkeresitek a taskbar X-et, leállítjátok, majd megkeresitek a taskbar X-nek a mappáját, ami ugye nekem az előző videóban az, azt hiszem az FM volt, nem, hanem a... valamilyen lokál diszken volt, talán a D-n, talán itt volt. Megkeresitek a taskbar X-et, kitörlitek a mappát, mert nagyon fontos, hogyha a taskbar X elindul, akkor felülírja ezt a programot, tehát össze fog kavarodni a kettő. Tehát, hogyha ezt a tálcát akarjátok használni, először is mindenképpen töröljétek le a taskbar X-et, ahhoz pedig le kell állítani a taskbar X-et, és utána le kell törölni. Ha ezzel megvagytok, megnyitjátok a Microsoft Store-t, és megkeresitek a Rounded TB nevezetű programot. Ez lesz. Ez ugye ingyenes a Microsoft Store-on belül, letöltitek. Ha letöltésen megvagytok és feltelepítette, akkor nyissátok meg. Ilyenkor ez fog titeket várni, nem kell megijedni, ilyenkor még nem fog így kinézni a tálca, ugyanis itt kell beállítani ebbe a kis fülbe, hogy hogyan legyen ez megcsinálva. A jelenleg, hogy én használom a tálcát, hogy ez így nézzen ki, ahhoz itt felül nullát kell beállítanotok, illetve itt be kell állítanotok egy 20-ast. Most nem tudom, hogy nektek mi lesz az alap, de mondjuk mutatok egy ilyet. Mindig egy ilyet, így, akkor ez most jelen esetben így néz ki. Ha beállítjátok nullára, akkor ez így fog kinézni. Az alsónál pedig tudjátok állítani, hogy milyen ilyen kis karikával vagy körvonala legyen. Itt ugye alapból a 20-at használom, és ez nekem így néz ki, hogy én a 20-ast használom, de használtok mondjuk 40-et, használtok mondjuk 30-at, mert a 30-es is szerintem tök jól néz ki. 10-est is használhattok. Én ugye a 20-ast preferálom, illetve van egy advanced beállítás. Itt, ami nekem be van pipálva, az a Shop System Tray, be van pipálva a Dynamic Mode, illetve a Trans Compatibility. Ezeket érdemes nektek is bekapcsolni, hogy tényleg minden úgy működjön, ahogy nekem. Jó, hogyha ezt így beállítottátok, bezárjátok. Ha esetleg nem indul el nektek a számítógéppel ez a program, akkor itt rámentek erre a kis nyilacskára, megkeresitek a Rounded TB-t, nyomtok egy jobb klikket, és ez legyen nektek bepipálva, hogy Run at Startup. Illetve a feladat kezelőben, nem tudom, hogy listázz-e, elvileg listáznia kell, de a Startupra, ha rányomunk, akkor itt a Rounded TB-nek ott kell lennie, ezt mindenképpen engedélyezzétek, viszont nagyon fontos, hogy a taskbar X-et azt mindenképpen töröljétek le, és állítsátok le, hogy ne induljon el a számítógéppel ez az adott program. Ha ezzel megvagytok, akkor kapjátok ezt a kis fasz a kis tálcát, ami alapvetően átlátszó, középre rendezett, és ilyen több fasza ilyen macOS stílusban van, több faszántosan működik, eddig semmi problémám nem volt vele. Úgyhogy ilyen egyszerű, és a leírásban meg fogjátok találni a háttérképhez, háttérképhez szükséges nevet, a háttérképnek a nevét. Ha esetleg elakadtatok, a leírásban megtaláljátok a Discord szerveremet, nyugodtan gyertek rá, szívesen segítek nektek. Ha esetleg elakadtatok, vagy írjatok egy kommentet is, ha tudok, minden előbb válaszolok rá. Bármi kérdésetek, vagy nyugodtan írjátok le. Tényleg ez egy ilyen egyszerű dolog, ezt ilyen könnyű beállítani, és egy ilyen fasza tálcát fogtok kapni. Tudtok igazából az egyedéres szabásával szórakozni, hogy ti hogyan akarjátok, hogy kinézzen meg minden. Tényleg nagyon egyszerű, és nagyon fán, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, csapassatok egy lájkot, dobjatok egy feliratkozást, amit nem tettétek meg, illetve szoktam Twitch-en is streamálni, a leírásban megtaláljátok a Twitch fiókomat, ott is érdemes bekövetni, ha esetleg részt szeretnétek venni a streameken.
Én még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!